Red Dead Redemption 2. Több mint 50 millió eladott példány. Egy játék, ami nem csak hogy felülmúlta az emberek elvárásait, de hülyen a Rockstar Gameshez egy új szintre emelte azokat. A történet, a grafika, a fizika és a karakterek találkoztak egy világban, amihez foghatót még nem láttunk vagy tapasztaltunk. Aki értette, hogy mit nyújt és mit rejthet magában a játék, az tudta, hogy eljön a nap, mikor a közösség a kezébe veheti az irányítást és egy új szintre emelheti a játékélményt. És nem a modderek elcseszett világáról beszélek, hanem egy jelenségről, ami lassan 4 éve az én életemben is jelen van. Mielőtt elvinnélek egy kalandra, és megosztanám Ó Nagy Ramszesz legendás történetét a Vadnyugaton, valamiről még beszélnünk kell. 2018. októberében kivettem 2 hét szabit a munkahelyemen, hogy félredobhassak mindent az életemből, ami nem az Xboxomhoz és a hónapokkal előtte megvásárolt Red Dead 2-höz kötődött. Tisztán emlékszem, hogy pislogás nélkül néztem, ahogy a legnagyobb levegőt veszi a konzolom, és elkezdi betölteni a játékot a megjelenése napján. Nem 4K és 240 Hz, hanem Full HD és egy 60 Hz-es tévé élményén osztoztam a játékkal. Ennek ellenére az élmény túlszárnyalt mindent, és behúzott függönyök mögött élveztem életem egyik legmeghatározóbb játékélményét. Ahogy teltek a hónapok, évek, egyértelmű volt, hogy a játék több szinten is különleges, és az online megjelenésével időről időre visszatért az életembe. Mikor behozták a különböző rólokat, mint például a Bounty Hunter vagy a Collector, akkor találta meg igazán a játék a helyét a szívemben. Miért? A játékos bázis egy idő után lecsökkent. És mindenki, aki a GTA 6-ra kiéhezve és repülő lovakra számítva jelen volt, az elhagyta a játékot, és inkább azok maradtak, akik értették, hogy miről szól. Hozzám legközelebb a Collectorról állt, egy hosszú hét után beraktam egy podcastet, kiraktam az élő Collector mappet a második monitoromra, és gyűjtögettem a kártyákat meg a tárgyakat, amiket a végén el tudtam adni Madame Nazárnál, és jó pénzt kerestem vele. Tökéletes módja volt, hogy élvezzem. Mindig is tudtam, hogy többet is nyújthatna, és számtalan lehetőség várt arra, hogy bővítse a játékot. A közösség, ami még ott volt, rendszeresen tudatta a Rockstar Games-el, hogy hey, imádjuk a játékot, szuper meg minden, de hol van az új tartalom? A békés kábolyok is valami akcióra, vagy valami különlegességre vágytak, de miért nem volt elég az, ami van? A válasz a játék önmaga. A Rockstar Games létrehozott valamit, ami még nem volt. Egy világ, ami talán csak egy korábbi címükhöz hasonlítható, ami viszont mai napig kapja a rendszeres frissítéseket. Persze a cég az profitált, és a fogyasztók kaptak egy legendás terméket, de a közösségnek több kellett. A Rockstar átirányította a dolgozók nagy részét a GTA 6 fejlesztésére, és a Red Dead haldokolt. Én is GTA 5 RP-ztem és játszottam meg annyi más játékkal, de mindig ott volt a levegőben, hogy kiviszem a lovakat, egy kis gyűjtögetésre is, emlékeztettem magam, hogy mennyire jó is ez a játék. Nagyjából egy hónappal ezelőtt az egyik nézőm felajánlotta, hogy miért nem próbálom ki a Red Dead RP-t. Felírtam, gondolkoztam rajta pár napig, és tudtam, hogy nem játszanak vele sokan. De már egy ideje nem vettem elő a játékot, és úgy voltam vele, hogy miért ne tapasztaljam meg egy új formában. Hölgyek, urak! Öveket becsatolni, mert ebben a videóban elhoztam a játékélményt, ami megmentheti a Red Dead Redemption-t. És velünk játékosokkal, illetve a közösséggel egy új, felejthetetlen szintre emeli azt. Tartsatok velem, és egy nagyon jó barátommal, hogy bemutassuk, mit tud a Red Dead Roleplay. Jó, kezdjük el. A szerver, amit az egyik nézőm ajánlott, az American Wild West. Nem volt whitelist, beléptem a Discord szerverükre, elolvastam a szabályzatot és egyből mehettem is fel. Annak ellenére, hogy nem interakcióra kiéhezve mentem fel, csak játszani szerettem volna a játékkal, gondoltam, jó döntés lenne, hogyha egyből úgy indítanék, hogy csatlakozom egy frakcióhoz.
Nagy szerencsémre egyébként a Tobacco Tavern felvételt hirdetett, és egy interjú után felvettek dohányboltosnak. A karakterem készítését nem rögzítettem, illetve az interjút se vettem fel, de itt is elkészítettem a villámsérójú, Ó Nagy Ramszesz nevű karaktert, és az első éjszakát a bolttal szembeni háztetőn töltöttem. A bolt Blackwaterben található, és mivel senki nem volt fent, úgy voltam vele, hogy elkezdem megtanulni a dolgokat, amik fontosak lehetnek az RP szempontjából. Az első dolog, ami várt rám, az a kraftolás. Képzeljétek el, hogy minden egyes frakció különböző termékeket tud készíteni, amiket csak ők árulhatnak. Ezzel járulnak hozzá a szerver ekonomiájához. A rangeröket, illetve az orvosokat leszámítva senki nem kap pénzt a szerver tulajoktól. Szóval fontos szerepe van az árucserének, illetve a kapcsolatok kiépítésének. A később kedvencemmé vált ültetés volt az első lépés a nyersanyagok előállításához és a termékek elkészítéséhez, szóval loptam egy lovat és meglátogattam az öreg kereskedőt. A kereskedőnél betáraztam mindenből, ami kellett. Vettem gerebjét, vettem locsolót, vettem növényvágót, vettem trágyát, és kiválogattam a több mint 40 mag közül, hogy mi az, ami nekem kell, ahhoz, hogy el tudjam kezdeni az ültetést. Pro tip, 3 kanna fér el az inventoridban, szóval ruházd be mind a 3-ra, hogy gyorsabban haladj, hogyha eljön a locsolás ideje. Mielőtt belekezdhettem volna, sikerült rávennem az egyik legjobb barátomat és hűtársamat minden kalandban, Vormárt, hogy csatlakozzon hozzám, és hódítsuk meg együtt a vadnyugatot. Szóval elindultam, hogy találkozzak vele és Billy a kölyök nevű karakterével, de az érzés, amikor találkozol egy barátoddal egy játékban, az még mindig olyan különleges, még mindig örömmel tölt el. Barátom, hogy nézel ki? Indián lelkű, mi van veled? Ja, hát egyből akadályba ütköztünk, és hát buktuk is a szekeret. Mi király, borállat? Nem tudsz vezetni? Tesó! Most! Úristen! Ez cink ja, hát lesz. Várj, ne, fel fogsz állni, ne bántsd! De kárpót volt az éjszaka közepén bivajokkal lovaglás, amíg próbáltunk találni egy helyet, ahol tudunk ültetni. Belekezdtünk az ültetésbe. A GTA 5 RP-ben rengeteg szkripttel találkoztam, ami érdekes volt, segítette a játékélményt, viszont itt ez volt az első olyan szkript, az igényes inventory systemen kívül, ami egyből értelmet nyert. Nem leszek elfogult, engem senki nem fizetett azért, hogy elkészüljön ez a videó, ami azt illeti nem is tudták, hogy készülőben van. A valódi nyers, őszinte véleményemet fogom veletek megosztani. Gondoltam, hogy ezt jobb, hogyha tisztázzuk már az elején. Miután elültetted a magokat, illetve megnyírtad őket víz közelben, opciód van arra, hogy trágyázd a palántákat. Ekkor még nem tudtuk, hogy nem szükséges egyébként trágyáznod, viszont ha használod, akkor az időt jelző fehér színű szám, ami 30 percről indul, az egyből leugrik 15-re és pirosra vált. Ha eléred a 15 percet, akkor meg kell locsolnod a növényt, és megvárod, míg letelik a számláló, ami rózsaszín lesz, majd begyűjtöd a termést. Minden termésből egy megadott mennyiséget tudsz magaddal cipelni, és az inventoridnak is van egy 200 férőhelyes kapacitása. Egyből beleszerettem az ültetésbe, és már láttam magam előtt, hogy órákat fogok azzal tölteni, hogy magokat szórok földeken, meg szedem be a terméseket, meg készítek különböző termékeket, de... Ott volt az a probléma, hogy csak úgy tudtunk ebből pénzt csinálni, hogy játékosoknak értékesítettük. Viszont nem volt valami sok ember a szerveren, ezért ez a dilemma még váratott magára, de erről majd kicsit később. Ezután valami nagyon váratlan dolog történt. Mivel Vormár barátnak nem nagyon volt munkája, ezért egyből rárepült a hirdetésre, ami a semmiből ugrott elénk, miután elment és megnézte, nem csak hogy felvették, de elmondta, hogy számomra is lenne hely, és jobban fizetne, mint a Tobak. Mivel nagyon az elején voltunk mindennek, ezért egyértelmű volt, hogy hűségesen követni fogom a barátomat, és felmondtam az első munkahelyemen. Útunkat Rhodesba vettük, nem sejtve egyébként a számtalan kalandot, ami csak ránk várt. A Diane ivójában találkoztam a hirdetés feladó Roberto Muccioval, és itt muszáj megjegyeznem egyébként, hogy az útunk során, a kalandok során bárki, akivel találkoztam, olyan volt, mint egy valódi Rockstar Games által kreált karakter. 4 éve RP-zek, de egyszer sem éreztem ennyire a karakterek mélységét, valódiságát, és persze részben az annak köszönhető, hogy a játék nagyon szép, meg részletes, de a B-kategóriás színészet, amit persze mindenki igyekezett hozni, az nagyban kiegészítette a játékélményt.
Ó, oh, igen. Négy év alatt egyszer sem erpésztem olyan karaktert, amelyiknek akcentusa lett volna. Nem éreztem szükségét, nem csináltam. Viszont itt inkább felnőtt emberek vannak, akik komolyan veszik annyira, hogy korhűen szeretnének színészkedni, szóval... Billy a kölyök, illetve Ó Nagy Ramszesz karaktere is elkezdte fejleszteni a saját egyedi akcentusát, és amúgy időről időre látni fogjátok, hogy nem is lett olyan rossz. Az ideg széthúz. Hey ho! Jó napot, uram! Nagyon Isten! Isten adjon! Adhatna. Nem látta a barátomat? Pont erre járok. Mi a neve? Billy a kölyök. Hát, Billy a kölyök. Most vettem föl, és elment Szindenészbe. Micsoda? Most vettem föl, fölvettem ide az Angels Companybe. Hát nekem beszélt valami munkáról, de... Munkáról? Ez lenne az a hely? Hát nem csak ez. Egy egész vonattársaság, egy egész kocsma, és... Milyen pozícióra vette föl a barátomat egyébként? Kocsmáros, de nem csak kocsmáros, hát itt az egész company-re föl van véve, de várja, megmutatom, hogy nem csak egy... Hagy mutatkozzak be! Először is ne legyünk tiszteletlenek, szerintem kezdjük ezzel, uram. Hogy hívják önt? No, én Robert Mucho vagyok, de hívjon csak Angelnek. Angel. Az én nevem Ramszesz. Ó Nagy Ramszesz. Ramszesz? Aha. Ramszesz. Ó Nagy Ramszesz. A formalitások után Roberto felajánlotta a munkát, és elfogadtam. Minden teherszállítás után 200 vagy 150 dollár körül vagyunk. Ajaj, megyünk lejjebb és lejjebb, uram. Jó, benne vagyok igazából, mert felmondtam azért, hogy ide jöjjek, és megtaláljam a barátom egy munkával, vár elvileg. Egy nagyon más opcióm nincs, és jófejnek tűnik az úr. Köszönöm. Angel, lássunk neki a dolgoknak. Na, akkor először is. Találkoztunk Billyvel, majd kaptam pénzt az egyenruhára, és hogy vegyek magamnak egy revolvert. Hey, Billy! Mi a helyzet, öreg harcos? Hogy nézel ki, te gyilkológép? Zöldbe raktam magam. Zöldbe raktad magad? Persze. Milyen jó sorsod lett? Hát itt ez az úr itt, ugye? Ez itt mellettem, ez itt annyira jó fej volt velem. Angel? Kiemelt a szarból, persze Angel. Igen. No. Angel egy szóval. Jó ember. Szóval, akkor kap ruhapénzt, 50 dollár ruhapénzt most. Erre gyere, barátom. Hivatalosan felvettek, majd átöltöztünk. Aki játszott a Red Dead Online-nal, főleg a megjelenése időszakában, az tudja, hogy nem volt valami nagy választék a ruhák terén. Ráadásul a ruhák és kiegészítők voltak az egyetlen dolgok, a fegyvereken, az emotokon és a lovakon kívül, amikre úgy tudtunk költeni. Nagyon jó volt látni azt, hogy minden ruha, amit beraktak az online-ba, elérhető. Több száz opciód van, hogy összeválogasd a különböző ruhákat, meg kiegészítőket, és összerakj magadnak egy custom, egyedi kinézetet, ami utána elérhető. 10 dolcsiba kerül egy szett. Még egy érdekesség, hogy a fegyverek ára városonként változó. Szóval érdemes szétnézni, megnézni, hogy mi mennyibe kerül Saint Denisben, és mi mennyibe kerül mondjuk itt Rhodesban. Csicsi csacsi, gyere! Csicsi csacsi! Ha eddig nem lett volna világos, Robert nagy húsimádó, amivel nincsen semmi baj, engem nem zavar, de Billy is jobban tette volna, hogyha inkább az útra figyel. Hát nagyon maga, megsikogatható a csacsi. Induljunk el a kohóba, de viszont vonattal megyünk, úgyhogy menjünk a... Jézus, szegény kutya! Ó, túlélte! Túlélte, nincs baját! Minden jó! Csiratjuk. Ezután visszamentünk és kinyitottuk az ivót, ahol először találkoztunk a rasszista részével a dolgoknak. Na, figyeljen, ott a pultnál egy kicsit hátrébb, itt a... Milyen boxos? Ő nem boxos, kérem szépen, uram, tisztelettel. Hogy mondjam ezt most... De nekem itt nem... Nagyon van, elvettem volna az életét, de... Tudja mit, én azt mondom, hogy kezdjük előről ezt a beszélgetést. Hát már maga nem színes bőrű. Az ön bőrét is egy szín fedi, barátom, de tudja de mit? Engem ne barátozzon. Tudja, egy kedves barátom apja azt mondta, hogy ha egyszer hibázol, azt el lehet fogadni, de másodszor már döntés. Én azt mondom, hogy legyen még egy harmadik alkalom, amikor nulláról indítjuk kettőnk kapcsolatát, és nem rontjuk el egymás napját. Maradjunk annyiba, hogy inkább majd itt a másik úriemberrel beszélek, hanem probléma. Ezt a kapcsolatot szerintem ne is. Nem probléma, uram, elfogadom. Billy, mit nyomsz? Sikerült összerakni ezt a 40 kukoricát? Ja, már raktál? Ennek még nagyon fontos szerepe lesz a történetben, úgyhogy ne felejtsétek el, de amikor a karakteremet készítettem, egyáltalán nem gondoltam arra, hogy mi volt elfogadott az 1800-as években, és mi nem. Fölhatalmaztam arra, nyugodtan lebőlőhetnek itt bárkit, mert kurvára az én kocsmám, van, és azok ott egy senkik ezek a rangerek. Úgyhogy hát akkor én mindjárt jövök egy pillanatot, kérek, körbenézek még azért a streppemmel a zsebembe, hogy mi ez. Ramszesz, gyere már vissza! Hallod? Megbaszol a kurva anyát, Ramszesz! Ramszesz!
Roberto utólag engedélyt adott arra, hogy lelőjem, de ekkor már késő volt. Ajaj, mit csinál, uram? Ajaj. Na ez. Mi a fasz? Te jó ég. Mocskos kurva, mi roppant itt? Ezután betért hozzánk a piromániás és félelmetesen erőszakos Marshall, illetve az emberei. Urak, állj valami pillanatra. Megpújítottam neki a magát. A főnököm ott fönn az táncol, szóval jól látom, hogy a csáv, aki alkalmazott. Igen. Igen, szokás. Jaj, kérdezik, ismerik egyébként, szóval... Igen. Mint a rossz pénzt. Nem mondják komolyan, én most ismertem, mert egyből fölve, mit érdemes róla tudni? Maradjunk annyi, hogy van négy okta is a nevén. Kicsit túl szórakozott az út. De megbízható vagy, lojális? Veszélyesnek tűnik. Hát... Számíthatatlan, mi? Nem tudom ezt elmondani, mert ugye nem dolgoztam a vállalat, de... Azt szerintem kérdez a szívózalmasokról. Hogy a biznisz neki az első, szóval... A biznisz helyes, biznisz. Helyes. Hát a bizniszben nincsen barátság, és én nem barátokat keresek, szóval... Hát ha a megbízhatóságról van szó, akkor szerintem kérdez a szívózalmasokat. Azért a segükre mindjárt meg. És hopp, a barátom egy is föl lehet, visszaszívom, lehet, hogy ő meleg, mint a víz. Igazából kiderül most, rövid időn belül. Na, na, jelzett főnök úr. Gyakorlok vasárnapra a táncversenyre. Most kaptam a fülembe az információt, hogy vasárnap táncverseny van. Bemutassam a tűztáncomat? Most vasárnap. Hát tudják, a Morfi Virek által rendezett. Most ez a buli. Hát ez a... Tomasz úr, ez az a buli. Na, megint ez buli. Na, mi a helyzet, főnök? Ez ugye, gyakorlok vasárnapra. Mi legyen már ki azt a mozdulatot, amit vasárnap előbb csinált. Vasárnap fogok előadni táncot. És mi a tánc? Meg láthatjuk az elejétől a végig? Hogyne. Nyomja meg főnök, szép a fegyvere egyébként. Tudok egy helyet, ahol le tudják pucolni akciósan, majd elmondom. De ez már tánc része? Ez a tánc. Hát nem látja, hogy pörgök, hát majdnem be is szédül. Ja, értem, de azt hittem lesz valami koreográfia. De azt mutassa, hogy kezdi, amikor kiteszi, tudja. Hú, az egy komoly, az liquid. De figyeld, ki fogja tenni, barátom, figyeld. Gondolod, nem tudják, hogy Ferda Hailemú vagyok. Leesett. Valahogy kitalálták, gondolod. De nem baj, pozitív, nekem ezzel nincsen semmi bajom egyébként. Hát azért szoktam el Európában, mert fel akartak akasztani, már lógott a nyakabban. Ja, hát, ilyen világban élünk, de én is se szerek gyapotot, szóval. Aha, hopp, az figyeld. Sőt, le is vetkőzhetek mesztelede, és aztán... Az nyom meg, engem érdekel, Angel. Az már nem érdekel. Érdekli? Persze, persze. Ledobom közben a ruhát, várjanak. Na. Én itt most magukat elhagyom közben. Na, te szóval. Jó ég! Angel, te vadállat! Hogy jutottunk ide? Előbb erre figyelmeztettek a Ranger urak, nem? Ja, nem lehet, volt, ahogy pont ezt mondtuk. A Rangerek már megszoktak, szerintem tartsuk azt a két métert, Angel. Szóval a Rangerek fel akartak már engem akasztani ezért, de én mondtam, hogy akkor nincs üzlet, hogyha fel akasztanak. Ja, és erre ők azt mondták, hogy oké? Okay. Hát, azt mondom, más nem mondhatnak rá, úgyhogy... A ultimátumot adtál nekik a kis faszoddal. Igen. Angel, ez kemény, vágadjon meg! Kemény vagy, Angel. És látják a cica szememet is? Ja, egy napra mindent. Én a térdedet nézem valamilyen. Viszkit mikor fogunk csinálni? Azt mondtad, lesz valami munka ma. Ha, kicsit elkalandoztunk, akkor, nem? Figyeljenek, ott a receptkönyv, kivesznek 40 kukoricát és 40 cukrot, és akkor már készíthetik is. Let's go. 40 kukoricát, 40 cukor is készíthetjük. El tudok menni ott a korlát mellett egyébként, Angel, szóval. Alig tudsz táncolni egy kicsit. De nekem... Igen. Ne, úristen! Várjon. Angel, figyelj már, nekem nem működött a tároló valamiért. Most mondtam, hogy menj arrébb, Angel. Ezután lemostam magamról ezt a váratlan homokvihart, és beadtam a klasszik, megrúgaló, míg megfojtalak trükköt Billin. Vezesse. Na bazd meg, mit csinálsz? Nem megfojtalak, te senki! Csak hűlög, szedd össze magad. Elloptam egy játékos lovát, aki visszahívta magához. Ez egy jó ló. Valami történik. Ne, visszahívja a lovát! Hello, Bello. Ó, oh, elnézést, hölgyem. Mi a helyzet? Bocsánat, valami rúgdolózott. Talán nem kéne elvinni a lovamat. Ja, hát sajnálom, ez így alakult igazából. Elnézést kérek, hölgyem. Bocsánat. Semmi gond. Viszont felvilágosítottak, hogy nem muszáj víz mellé ültetni, hanem elég, hogyha találunk egy kutat. Ide jön, fogja, megtölti a födröt, ami önné van.
Azt tudom, már mehet, azt már locsolhatja a növényeket. Nagy ültetések közepette elkövettem az első gyilkosságom, szintén egy ló miatt. Mindjárt jövök, intézik egy lovat. Muszáj lesz. Most lőttem először, és utoljára. Tiszta vér lettem, bazd meg. Megmosakodok azért. Roberto beavatott minket a hosszú távú terveibe? Valószínűleg hozok Kínából egy kevéske drogot. Ezt benne vagyok. Bármennyit igazából. Elültettük az első cukornádunkat. Te jó ég, mekkora ez. És még a dökutast is meglátogattuk. Minden, ami a vadászat után az inventoritba kerül, és nem mondjuk egy bunda, amit feltekersz ugye, vagy rádobsz a lovat hátára, az ennél a palinál köt ki. Megtapasztaltam, hogy milyen, mikor lecsap rám a törvény. És ha lelövöm a kalapot? De mit csinálsz? Feje? Ne. Na. Fejbe lőttelek, te só. De miért csináltad? Akkor magadom fejbe lőttem. Ajaj. Te mi volt ez a lövés ide egyben? Látja azt a lukat abban a kalapban ott? Szóval hát az én voltam. És miért lövöldözik? Az én kalapom. És sehogy se tudjuk levenni a fejéről, és én profi lövő voltam régen, tudja? Profi lövő volt. Akkor még profin beviszem az ölsre. Ne, paszki! Ne! Nincs erre szükség! Uram, miért? Mehetek azokat a fegyvereket szépen elkobzuk lente, jó? Hát egy fegyverem van, uram. Végre a csukrom, te jó ég. Szóval, uram, egy-két választ, hogy csak kapok ezekre a kérdésekre. Soha nem voltam még ilyen szituban. Ó, nagy Ramszesz. Hát együtt beszélgettünk, ott voltunk benne a kocsmában. Ramszesz. Ó, nagy Ramszesz. Könyörögtem a csávónak, hogy ne büntessen meg 60 dolcsira, 55 dollár volt az összvagyonom. Butaság volt, elnézést kérek, de ha most 60 dolcsi számlát ad nekem, akkor el nem tudja képzelni. Elhiszem, hogy ön teli van pénze, de nekem 55 dollár az összvagyonom. Csinálj egy olyat, hogy még egyszer előfordul, akkor dupláját fizetem be. Ez nem így működik. Miután megfenyegetett, mert letesóztam, próbáltam egy kicsit oldani a szituációt egy jó öreg bujócskával. Ajaj, miért csinálja ezt? Adj abba! Nem vagyok a testvére, adja meg a tiszteletet, a marcsa helyettessel beszél. Elbújok az ágy mögé, és itt hasalok le. Fixen nem lát. Itt vagyok, haver. Aztán adja meg, adja meg a tiszteletet, nem vagyok a haverja, nem a testvére. Bárcsak az lenne, nem? Billy után én is beújítottam az első négy lábúra. Megvettem az első állatomat. És megtaláltam az övét a sheriffség előtt. Jó, a vadász, hogy beviszedem a lőszereket, beviszedem a lőszereket. Volt egy társam, úgy hívták, hogy Billy. Billy a kölyök. Figyelj már, Ramszesz! Billy, ott vagy? Szamarad, itt van kint. Levittek, Ramszesz. Itt van kint, itt van kint a csacsi. Tudom, hogy ott a csacsi, a berángatott valami úrira. Hát mi csináltál benne megint? Mi van? Semmi, ott álltam az úton, futottam a csacsimhoz. Na. Leparkolom a csacsit a biztonságos helyre. Billy bevitték, mert futott. Így van, futott a város utcáin, ami gyanús tevékenységnek minősül, szóval, hogyha rajta kapnak a rendőrök, akkor két opció közül választanak, az egyik az, hogy megbüntetnek, a másik pedig, hogy börtönbe kerülsz. De vicces volt hallani, hogy Billy próbált érvelni, miközben a rendőr egy személyigazolványt akart kiállítani neki. Elhiszem, uram, a törvényeket, de ha én is ér... Hányadik született? 94-ben születtem, első volt. Nem évet kértem, hónapot, hányadik hónap. Első hó. Anyadikán? Tizedikén. Életkora? 34 akkor, ugye? Nem. 28. 28. Hány kiló körülbelül? 92. Milyen magas? 189. Milyen színű a szeme?
türkiszkék. Free Billy! Ne hagyd, hogy páncsolok, Billy! Engem is vertek! Épp hogy kijött a börtönből a futkározás után, Samara mikor a ki nem kötött Samara miatt megint gyorsabban lépkedett a kelleténél. Kijöttél futni, az is meg fog baszni. Már megy rád, nagy lincselések van a palé. Megveszel kurva, tesó, megy, megint rohangáltál, most itt égsősítről. Maga nem tanul semmiből, ugye? Nem tanul semmiből. Ne. Jó, akkor 5 perc helyett 10 perc. Ajaj. Mindjárt kinyit. Kit megvárva, első ember leszek. Még egy pro tip, az F lenyomás általában valami pozitív dolog volt a GTA-ban, mikor tudod, felveszel valamit, beszállsz a kocsiba, kiszállsz a kocsiból. Itt viszont tömény erőszak. Szóval rengetegszer rácsaptam a szamár vagy a lónak a seggére, mikor próbáltam vele felszállni, illetve Billit is megfojtottam. Majd látni fogod, hogy egy dagadt meg. Szét fogom baszni a fejedet! Ne, ez túl kellett élni, tesó, nem hallottál meg. Ezután természetesen kibékültünk, és összedobva a valódi kis pénzünket, vettünk egy házat a játékban. Let's go! Hogy miért volt erre szükség? A kecó közel volt Rócshoz, és olyan dolgokkal járt, amikre szükségünk volt. Van egy bővíthető inventorink, amit a végtelenségig tudunk pakolni. Van egy csap, amiből végtelen mennyiségű vizet tudunk kiszedni. Van egy folyó egyébként az út mellett, ahol feljövünk, szóval ott tudunk kulacsot tölteni, meg fürdeni is tud a karakterünk. Emellett egy óriási telkünk van, amin vannak marhák, amiket le tudunk ölni, hogy kraftolni tudjuk a számunkra elérhető steaket. Ja, és kibéreltünk egy rencset egyből a kecóval együtt, először egy hónapra, de aztán végül megvettük, mert ezen a rencsen tudod fejleszteni a farmodnak a minőségét, illetve az állatokat, amiket hogyha felhízlaltál, akkor kiviheted őket a piacra, és eladhatod pénzért. Jól hallottad? Nem mondod. Minigémekkel fejlesztjük a farmot. Teheneket hízlaltatunk, legeltetünk, tereltetünk kutyákkal, hogy aztán kivigyük őket a piacra, és eladjuk pénzért a Red Deadben. Visszamentünk, hogy bepakoljuk a rakat viszkit, meg kaját, amit rendeltek a hétvégi bárra. Tudjátok, a bál, amire Roberto készül azzal a bizonyos tánccal. De előtte még ráköszöntünk az új tagra, a mezítlábas csávóra, akit Roberto épp felvételiztetett a pult előtt. Akkor most érkezett a végre, úgyhogy akkor nem nagyon... Nem dolgozott. Hogy férfi kurva volt, mi a nevében? Olaszországban. És azon belül melyik városban? Mit mondott? Még mindig sínegyenesítő voltam. Hát de az a férfi, azt most látom, hogy az a férfi kurva, én nem tudom mi az a sínegyenesítő. Úristen, nézzen utána. Görbe, puha dolgokból lett egyenes, kemény dolog. Hát erről beszélek, az nem a férfi kurva? Tehát ez az egy férfi. Ó, nagy Ramszesz. Olyan uram, meg se kérdezi, hogy amúgy miről beszél a Robert. Befizette a legalábbis, hogy kell, még hogy kéne megfogni. Még nem fizettem, hogy az évben valami itt hátul. Mindjárt jövök. Tessék? Tudja, hogy úr vagyok. Nem magától kérdeztem. Na, jó helyre hoztam. Hagyományaink szerint álnéven dolgozunk, de mindenki tudja igazából a normális tevünket, csak ugye hagyomány szerint. Ramszesz, nem bujkáljon, menjen fizesse be a 60 dollárt. Na. Hát Ramszesz nem dolgozik álnéven, tehát én ugye ingyen. Nézd az ég felé! Nem tudod, hogy mit hoz az élet? Az írek szét... Ne csináld! Ó, tiszta mocsok le! Hol van az útcsap? Na, let's go, pakoljuk be ezt a csicska szavarat, ami van. Úristen, meg fog kalni. Jaj, baszonyja! Úristen, Jézusom! Te asszony! Vadállat! A lelkem kiszakadt a testemből, ez nem... Billy másodszor is kifeküdt, ezúttal nem a kezeim által, hanem megéhezett. Viszont ennek köszönhetően megismertük Molly kisasszonyt. Meghalt Billy! Nem halt Billy. Halt meg, csak kifeküdt, nem halt meg. Meghalt, basz, meghalt! Nem halt meg, hanem kifeküdt. Na. Mit csinál? Meghalt, ott van a hátán a vágás, valaki megbasz. Úristen, nem figyeltem oda egy pillanatra, meghalt Billy. Visszam az orvoshoz, nyugodom. Mi van az új csávóval? Új csávó meg ott van be?
Ő a rendőr, ő az orvosnő, igaz? Gómás, kómába esve nem nyögünk, nem vagyunk ki. Ha igen, kómába esve. Mentse meg a testvéremet, mentse meg Gülit, hölgyem. Kómába esve. Uram, héttő? Segíthetünk bármit, hölgyem, ő itt a testvérem. Hát én nem tudom, azért. Nem, bocsánat, csak gyorsan megvizsgáltam. Jaj, Jézus erej. És Bolondos Billy, így hívják egyébként, vele van kiskora óta. Nem sokára jobban lesz az úr, ne tessék aggódni. Annyira nem aggódom, elég sok pénz ütni a markoma meghalna, szóval oh. Nem baj, hogy csontba üti azt a direkciót. Ezt nem biztos, hogy jó, hogy itt tudom, gyógyítás előtt. Igen, azt hozhattunk volna valahol egy új élet. Pont most vettem egy házat, hölgyem, de azért mondom, de kiúszhatja azt a tűt, hogyha úgy van. Hoppá, ki helyzet, barátom. Uram? És nekem, ho, oh, hello! Helyzet, hogy jó, uram? Igen, ajaj. Oké. Okay. Ha már így megmentette, hogy Billy testvére véled, hogy hívják a hölgyet? Molly. Nem gondolom, hogy megkérdezem. Molly. Ismertem ilyen nevű kristály drogot, de hát valóságban nem lehet kapni erre felé is ahhoz, he? Itt erre a vidéken nem. Az én nevem Ramses, hónagy Ramses, ő pedig a testvérem. Billy, a kölyök. Igazából itt errefelé orvoskodik a hölgy, vagy mit érdemes? Az egész vidéken igazából, amerre hívnak. Megismerkedtünk, és reménykedtem, hogy kialakítok egy romantikus szállat a karakteremnek, de ekkor még nem tudtam, hogy Molly szíve már foglalt volt, és az új csávó, a mezítlábas gyerek is jókor dobta föl a talpát. Robert, igen? Mert van még egy uru. Ő csak leesett a vércukra. Az új srác? Nem adtunk neki elég ételt. Guzman, evetten eleget van? Nem, és pont most fog enni, úgyhogy ez kicsit... Az előbb evett. Ja, igaz, jó, de ugye okay. Nem kell. Várjanak, okay. Hadd gondolkodjak, 33 másodpercet. A vonat tele volt, és megkezdtük utunk, hogy leszállítsuk a sok jóságot a hétvégi bál helyszínére. Ó, meghoztuk a szállítmányt, kérem átadja neki, hogy meghoztuk a szállítmányt, az ételt a szállítmányt, köszönöm. Kedvenc karakteremet hallhattátok, azóta sem találkoztam a csávóval, de gondolkoztam, hogy felkeresem és megkérdezem, hogy rendben vannak-e a hangszálai, de pont erről beszéltem az elején, hogy mindenki ennyire komolyan veszi, amiben nincs is semmi baj, mert rendesen egy csomó boldog percet okozott nekem azzal, hogy konkrétan küzdött az életéért, mikor kimondott egy mondatot. Nagyon vicces volt. Na most megvárjuk Mr. Moore urat. Na, ez mondjuk jól néz ki ez a ruha amúgy, na ez egy test, amúgy ezek őrök, ez ilyen őrruha. Igen. Szerintem a penge sapkát, az jobb, hogyha vesz egy penge sapkát, az úgy jól néz neki penge sapkában. Én nekem olyan volt, szeretem, csak aztán leütötték rólam, azóta meg ez volt. Uh-huh. Te főleg, hogy kérdezek már valamit? Na, kérdezzük. Te, ez a Molly nevű hölgyemény, ez mi a helyzet? Ez egy hölgyemény. Mi a helyzet vele? Hát merre van az előre? Hát nem vagyunk vele azért annyira jobba, de tánczenekart alapítottunk, igen. Annyira jobba vagyunk. Mennyire komoly neki ez a kis titkos kapcsolat ezzel a csávóval? Nem sem tudom, kiről beszél. Főnököt kérdezett, úgy meg volt lepődve, amikor hallott róla. Hát tudom, mondott valami kis információ. És furcsa, hogy még nekem nem sem mesélte, pedig amúgy általában nagyon pletykások vagyunk. Na, üdvözlöm, Mr. Moore. Na, meghoztuk. Minden rendben. Meghoztuk a szállítmányt. Mennyit hoztál? Hát, ahogy kérte, 150 whisky, 40 saláta, 40 steak. Jó. Összeszámolta? Össze, $1550 lesz. Jó. Mindjárt csak elfeltem, mert futva jöttem. Jó. Addig. Akkor fiúk, pakoljunk ki. Friss uram. Ezután ötösével bepakoltuk a 200 plusz terméket. A termékek közül, amik nem nyersanyagok, 5 darab fér el nálad maximum egyszerre. Aztán felmarkoltuk a lóvét. Besegít nekünk, Mr. Stone? Igen. Köszönöm. Ezt mondtam az asszonynak is. Hogy mi? Nézem fel oda! Hova? Na, itt a fizették. Köszönöm szépen. Betörték az ablakot? Na, megvárjuk, meg ide jön a madár, már itt is van. Oké, amit most fogtok látni, az nagyon para. Táviratot tudtok küldeni egy másik playernek a szerveren, egy sas segítségével. De hagyjuk, hogy Roberto magyarázza. Itt is volna. Aztán ide megyek, aztán itt van egy távirat. Táviratot tudok írni, fogom, elkezdem megírni, beírom, hogy el... Na várj, lépésről én, uram, hogy szerzek magamnak egy ilyen jószágot? Egy ilyen jószágot? Elmegy a vegyesboltba és vesz táviratot. $2.50 táviratot tudsz venni a vegyesboltban, aztán csak meg kell címezned. És akkor elküldöm.
fiam. Nem nehéz. Ja, hát már akinek. Wow! Ne a füst felé, ne a füst! Hopp, eltűzte. Na, jó van. A 400 dolcsiból 200-at egyből elvertem az első lovamra, Salira. Ejtsünk egy pár szót a lovakról. Minden a Red Dead Online-ban megtalálható ló itt is bent van, viszont a csúcs kategóriás lovakat aranyrúdért tudod megvenni, ezzel is támogatva a szerver fejlesztését. Ezzel nincs is semmi baj, ez nagyjából a 10%-át teszik ki a lovaknak, viszont a maradék 90-ben benne van egy csomó közép, illetve felső kategóriás ló, amit ki tudsz maxolni úgy, hogy elviszed tréningelni valakihez, akinek ez a dolga a szerveren, elmegy galoppozni, ugrál velük, és kimaxolja őket annyira, hogy konkrétan kifutnak a világból. Szerintem érdemes keresni valami hozzád illő szép lovat, tudod, ami neked tetszik, és csak akkor pénzt költeni, hogyha tényleg szeretnéd támogatni a szerver fejlesztését. Emellett tudsz szekereket is vásárolni, de erről majd később. Érdekesség, ki tudsz fosztani embereket. Erre úgy jöttem rá, hogy az új srácot próbáltam regulázni egy kicsit. Megkötözlök a picsával visszahoz. Lehet, hogy ebből tanulni fogsz, nem? Nem. Ki tudja, nem? Lehet tanulsz valami újat, igaz? Az is lehet, hogy megfordítanak, azt fölkapnak a vállalóra. Elég furán nézel ki odafő. Aztán fogom azt, tudod, csinálok egy olyan mozdulatot, hogy konkrétan átbaszlak a kerítésen. Na, oda néz. Ez nem lenne jó. Hát az nem vannak, emberülre szerintem senki sem. Na, csak hiszeszem. Poénkodás, tudod. Hoppá, a kerítés. Aztán most tudod, mi fog következni. Hát megrázom a zsebeid egy gyermekkel, megnézem, mi van nála. 13 dolcsi. Én ne vegyem. Hát nem tudom, azért kiveszek abból egy 10 dollárt, annyi azért illik, nem? Ja, hát azért az a 10 dolcsi, az nekem azért az kellett, az a 10 dollár, barátom, hát te is tudod, hogy ez. Nem. Fogsz még ilyen buziságokat mondani rám, tudod, hogy rossz kábboly vagyok, meg ilyen. Maga a legjobb. Azt mondod? Én vagyok a legjobb? Igen. A legjobb, testvére. A karakterem akcentusa fejlődött, de a karma utolért, mikor be akartam védeni az új gyereket, mert a rangerök éppen levadázták, akikre azt hittem, hogy valami betolakodók vagy banditák a saját telkünkön. Tessék! Kik ők? Ajaj! Hello! Jó napot! Ranger shit! Uram, a birtokomon van! Mit csinál? Lelőtt egy ranger, ugye tudja? Uram, a birtokomon van! Egyfelre ráállítom alsó helyettesre. Jó, hívunk ki. Nagyon Isten. Meg akartalak védeni, és most emiatt szarba kerülök. Uram! Jaj! Miért? Mit csinál? Semmit nem csinál! Én mit csináltam, uram? Kedvéért, amíg... Jó, nyugodtan. Ne, az Bolli, így fog látni, Bolli! Megjöttek az orvosok! Molly, nem csináltam semmit! Én elhiszem. Nem hiszem el. Amúgy nem igaz, megöltem egy palit, de be akartam védeni a társamat, szóval. Sheetre kerültem, és megismertem az akkor még rasszista állomány vezetői Trevort, aki azóta már a kedvenc karaktereim közé tartozik. Na ez meg kell, de jó modell. Én vagyok az. Na, bent a zárka mögött beszélünk. Á, de jó. Nos, uraim, az úriember azért lett behozva, mert tüzet nyitott a ránk, a Guzman lelőtte, illetve a marsa helyettest is az engem megsebesített. Elnézést, urak. Elmondom, hogy ez hogy történt. Jó. Az úr, a kollégája innen Rózba vágtázott a mi ez itt vegyes kereskedéstől. Én utána indultam, elvezett egy birtokra, ami állításuk szerint a miénk, a miénk a rendszer. Ami állítólagosan az birtokuk. Gyakorlatilag a miénk. Ott utolértem az úriembert, letepertem, hogy megkötözöm, hogy intézkedés alá vonja, közben megkérdezett Guzman úr, abban a pillanatban az úriember tüzetított az előtte Guzman urat, illetve rám is, engem is megsebesített, de megkötöztem. Jó van, Mr. Annyit mondhatnék, uram, hogy én ezt hogy éltem át, szóval ez részünkről hogy történt így egy kérdőben. Uram, érti? Mondom, akkor beszél, ha kérdezzük egy biztos bandita, nem fog itt nekem popázni. Tisztességes munkás vagyok, boxos. Értem, uram, elnézést kérek. Nem hallottam. Jól van. Ne feszüljön, mert bemegyek, azt
szétbombázni a fejét. De ez Guzmanról nem mondtam. Átkutatták, elvették a fegyvereit? Kiszedtem a fegyveréből a lőszert, így van, aki esetleg leakasztottam. Úgy megütöm, hogy kihullik az a maradék haja. A sok megalázó beszólás után elmondtam, hogy tényleg nem tudtam, hogy rangerök, és a birtokomon önvédelem szempontjából cselekedtem. Több mint egy órát ültem egyébként, mire visszajöttek egy rablás után. Menjünk. Ez mit jelent? Valaki elmondja, hogy meddig fogok itt ülni, vagy? Na, mi vissza nem. Hát, amíg a rablás letudjuk, úgy tudom. Miután kijutottam, éjjel-nappal ültettünk. Volt, mikor reggel ültünk le, és konkrétan este álltam föl a gép elől, annyira beszippantott, nem vagyok rá büszke, de legalább haladtunk és kraftoltunk termékeket, amiket be tudtunk rakni a kocsmába, hogy később eladjuk őket. Ez az ültetős, szüretelős, farmolós dolog, ez saját házunk volt, tökéletes kombináció volt számunkra a Red Deadben. Tényleg nagyon-nagyon jól kiegészíti a játékot, de ami ezután jött, arra egyáltalán nem számított. Szóval csak hogy tisztán értsem, ami idáig elhangzott. Azt akarja ön, hogy átvegyem én ezt az egészet, mármint egyen legyen az Ivo. Így van. Egyen legyen az Ivo is, meg a vonatársasik. Így van. És legyenek új szerződések, amikor egy új főnök van, akkor új szerződés. Új szerződés. Új főnök, új szerződés. Így van. Így van. Roberto átadta az egész frakciót. Az, hogy miért, azt mindjárt el fogja mondani, de előtte azt hagyd tegyem hozzá, srácok, hogy 4-5 napja voltunk fent a szerveren. Abban a 4-5 napban nem volt életünk, és rengeteget dolgoztunk, de Robertónak nagyon jó emberismerőnek kellett lennie ahhoz, hogy azt tudja mondani, hogy ja, ezek azok a csávok, akikre rábízom azt, amit 6 hónapja építek meg, viszek magamtól. És hogy ezt a döntést akarta meghozni, uram? Mert már régóta meghoztam. Ezt már régóta. És mit fog ezek után csinálni? Elmegyek orvosnak, mert szegény Molly kisasszony most egyedül maradt, úgyhogy besegítek neki ott. Rendben, rendben. De remélem megtartjuk a pozitív kapcsolatot, meg ha bármilyen bizniszsel kapcsolatos dolog van, én szívesen keresném, meg ha találkozunk, megkérdezem az ingyen. Ha bármi kérdés van, esetleg megakadt valahol, szóljon. Az a lényeg, hogy az üzlet, hát ez el nem hiszi, hogy mióta van ez az üzlet, tehát már még a rangerség előtt óta van ez az üzlet, csak szólok. Már miatt még nem volt rangerség, már akkor volt ez az üzlet. Tehát értem, eddig, akkor gondolom, meg ahogy átjött úgy, nekem egyébként igen. Főnök, nagyon szerette ezt, szóval több ilyen... Nagyon szerettem, de nekem is elég volt, tehát John Sheffieldnek is elég volt, nekem is elég volt, most akkor ön a következő. Úgyhogy igazából holnap hivatalosan és a nyitóbálon fogjuk akkor bejelenteni, hogy új Angel lesz. Benne az vagyok, igen. Uram. Benne vagyok, rendben, köszönöm, és akkor már nem szóval. Ónagy Ramses, hanem Ónagy Angel. Ne, ó, nagy Ramses leszek, szóval. Hihetetlen volt, de minden értelmet nyert egyébként, mert Billyvel az oldalamon pontosan tudtam, hogy ha valakik, akkor majd mi egy új szintre fogjuk tudni emelni az Angels Company. A bál, amire mindenki készült, az másnap volt esedékes, de előtte még hozzájárultunk egy elég nagy változáshoz a szerveren. Mint azt már tudjátok, minden frakció saját magának tud kraftolni különböző termékeket, amiket aztán el tudnak adni egymás között az emberek. De, mivel sokan nem tudták, mit is rejt a Red Dead RP, vagy egyáltalán azt, hogy létezik, ezért nem volt sok játékos. Szóval, hiába kraftoltál és töltötted fel az inventoridat, ha nem volt hogy pénzt csinálnod belőle, akkor amikor kellett. Ezért felvetettük az ötletet, hogy mi lenne, hogyha a kész termékeket eladhatnánk valahol egy jelképes összegért, hogyha már hosszú órákat töltünk a szerveren, akkor keressünk is valami pénzt, annak ellenére, hogy mondjuk nincs fent senki. Ez tökéletesen passzol a Red Dead farmolós részéhez és a játék stílusához. Gondolj bele, hazamész egy fárasztó munka után, ültetgetsz, kiviszed a teheneket, kraftolsz és aztán elmész a piacra eladni az egy-két órás munkád gyümölcsét. Ötletünket nem csak hogy jól fogadták, de rá egy napra berakták az opciót, hogy eladhatjuk a kész termékeket a vegyesboltban darabját $2. Tudom, hogy most arra gondoltok, hogy ez a $2 sem úgy nem is olyan sok, de először is nem mi találtuk ki az összeget, másodszor pedig ez $2 az 1800-as években, és nagyon-nagyon fontos, hogy a játékosok továbbra is érezzék a munkát a pénz mögött. Eljött a hétvége és a nagy bál, amire mindenki készült. Összegyűlnek a játékosok a szerver különböző részeiről, megy a jó kedv és a kapcsolatépítés. Elméletileg Roberto úgy szeretné bejelenteni, hogy átadja a stafétát, és várt még ránk egy-két érdekes dolog. Hát ő vigyázzon, jön a vonal. Ajaj, vigyázzon. A szemből jön. Jó van? Hát az majdnem. Minden rendben? Minden rendben. Magának minden rendben? Persze.
Hatásos belépő, mi? Hát nem, engem bamzeroltál be a rendőröknek, te. Nekem igen, te vagy a zsombor, nem? Jacob Martinez. Na ide figyelj, Martinez, majdnem meghaltam miattad, oda emlékszel-e, nem? Csak hülyéskedek, pakoljad lefelé a fegyvért, Martinez, nyugalom járja át a testet. Miután megfenyegettem Martinezt, a színpad felé vettük az irányt, ahol elég érdekes dolgokat hallottunk és láttunk. Ugyanis eltöröltük a feketékre és az indiánokra vonatkozó törvényt. Ramses, itt érdekes lesz nekünk a mai este. Vagy meglincselnek, vagy nagyon jól érezzük magunkat. Oda már nem kell szekér, vagy odafel. Azt gondoltuk. Van fákjám. Elzárni az üzem bejáratát? Fehér ruhám. Azt én is majdnem kaptam egyet, hogy fehér ruhám is elcsukjálva. Na látja, nekem olyan nincs. Szóval van egy strap a jobb oldala. Ki szoktunk menni, és akkor egy keresztet égetünk rajta fekvő. Nagyon nyugati es a stílus, uram, meg kell mondjam. Köszönöm. Így van, Trevor és társai szembe mentek a rasszista jogszabályokkal, de mindent a maga idejében. A rendezvény érzete más volt, mint bármilyen esemény, amiben részem volt RP szervereken. A játék mélységének és a karaktereknek köszönhetően tényleg olyan volt, mintha a vadnyugat különböző részeiről mindenki összegyűlt volna, hogy ismerkedjen és képviselje a közösségét a szerveren belül. Voltak standok, ahol mindenki a saját kis cuccát tudta árulni. Voltak emberek, akik lovakat veszettek körbe, és szedték össze a ritkán felelhető növényeket, hogy később tudjanak belőle kraftolni. És jó volt találkozni egyébként ismerős arcokkal. Szép jó napot! Érdemes megemlíteni, hogy a látottak alapján a szerver állandó fejlesztés alatt van. Sajnos ekkor még nem volt javítva az, ami gondot okozott akkor, amikor 20 plusz ember egy helyen egyszerre beszélt. Ez hallható lesz a következő klippeken, de később ez fixálva lett. Megkezdődtek az események, és Trevor bejelentette a törvénymódosítást. Üdvözlöm, az Egyesült Államok Marsalja vagyok. Üdvözlöm a összegyűjt közönséget, egy bejelentést szeretnék tenni. Méghozzá a tegnapi nap folyamán, illetve a mai nap maptól néhány törvénymódosítást hajtottuk végre. A legfontosabb az, hogy indiánokat, a mexikóiakat és a feketéket érintő korlátozás városokon belül már nem érvényes, tehát ugyanúgy közlekedhetnek lóval, mint a fehér emberek. Méghozzá Linko kormányzó aláírta a 13-as cikkely módosítást, miszerint a rabszolgaság el fogják törölni. Igen. Sokáig éljen! Ez az Ramses, hallod ezt? Ennyit szerettem volna mondani. Jó szórakozást. Szépen, köszönjük jó szépen. Jó ünneplést. És köszönjük a olajtársaságnak a megnyitást. Hát tudom, te hogy vagy vele, Billy, de az élet kezd egyenesbe jönni. Én is azt mondom, én is azt mondom. Hát fog neked hazudni, Billy, a két nap ezelőtt csórókoltú, most majd itt pihék a félvilág, tudod. Ropjuk, mintha nem lenne hónap. Egy-két hét aztán itt a hardcore dominanciáért, hogy mire gondolok el. Na. Megyünk mindenki annyi magukat. Még mindig Ranger, de nem baj. Oh. Igyekszünk. Még mindig marsa. Amúgy meg. Majd. A King's Oil, akinek ugye a megnyitó ünnepségén voltunk, készültek egy tombolával, ahol pont annyi nyeremény volt, ahány résztvevő. Több mint 25 résztvevő közül Billy, azaz Vormár barát nyerte meg a legnagyobb kapható lovat a szerveren, mint nyeremény az első helyen. 54-es. Hú, ez én vagyok, Ramses! Kérem, jöjj ide! Azt a megyen, ja, a ló elszabadult és majdnem megölt három embert. Viszont az utolsó kihúzott úgy érezhette magát, mint egy gyerek egy részvételi oklevéllel a kezében. És ugye ez az utolsó termék, ez a Sweet Rose Ranch-nek a speciális terméke, ugye 5 darab rozéból. Kérlek, hozzuk ki. Hát akkor az utolsó, ami itt maradt, 333. Yeah, jó vagyok az, de lesz. Ezután egy tök jó dolog történt, minden frakció felment és elmondta, hogy mivel foglalkozik, bemutatkoztak, tudod, mindenki promotálhatta magát egy kicsit, mi kétszer is felmentünk valamiért, és Roberto úgy döntött, hogy olyan dolgokat is megoszt első alkalommal, amiket szerintem lehet, hogy nem kellett volna. Egy panda.
alapította ezt a vonattársaságot, még amikor ellopott 3 vonatot és azzal vitte a drogüzleteket. Ugye fontos tudni rólunk, hogy árneven dolgozunk, mert ugye ez a hagyomány, mivel a bandának alnév kellett. Most már tudják azt is, szóval. Úgyhogy, ugye mint Angel, ugye Block és Csendes Füst. Á, és... Nem volt fölrög, de ahogy érzi, adja ki magába na, most már. Na, én adom ki, na. Szóval. És hát igazából kapható nálunk sok minden. Itt valamiért csak utalta arra, hogy átadja majd a bizniszt, de mikor másodszor felmentünk, akkor a gépen megadta magát. A videófájl, ami a beszédet tartalmazta, az korrupt lett, és bárhogyan próbáltuk megmenteni, helyrehozni programokkal, pár képkockát meg tudtunk menteni, de a hang az használhatatlan, szóval hagyd mondjam el, hogy hogy történt pontosan az egész. Szeretném bejelenteni, hogy Ramses akkora vagány, hogy átadom neki az egészet. Yeah! Az igen, Ramses! Szarok az bele! Igen! Nagy komoly! Nika, Ramses! Nika, Csicska, Ramses! Együtt és a pali! Érted, mi a lényeg, nem? Szét fogom ütni a gépemet. Roberto a kulcsokat átadva felszólított, hogy rúgjam ki, és nem fogok hazudni. Elérzékenyülve néztem, hogy a csávó kisétál az ajtón. Akkor, hát akkor egy élmény volt. Egy élmény volt, Robert, egy élmény volt. Úgyis találkozunk még sokat. Így van, így van. Úgyhogy, arrivederci! Arrivederci! Amúgy csak elképzelni tudom, hogy mi ment végig a csávó fejében. Képzeljétek el, hogy 6 hónapig próbált valamit egyben tartani, a rengeteg RP-szituáció, kaland, próbálta reformálni a frakciót, tudod megújulni párszor, de végére csak ő maradt. Nem tudom, szavak nélkül is érezhető volt, hogy mekkora súlya van a szituáció. Ezután kialakítottunk különböző kapcsolatokat a különböző frakciókkal, ha már mi voltunk az új vezetők. Van kapcsolatunk sóra, van kapcsolatunk olajra, pénzszállításra, a rangerökkel. Végre kipróbáltuk a vonatokat, eddig is nagyon jók voltak a játékban, de a hozzáadott scriptekkel még jobb lett a játékélmény. Persze folyamatosan dolgoztunk a farmon. Raktuk meg a szekereket, vittük el a vegyesboltba és csináltuk a pénzt. Felizzadtuk az első teherünket, aztán rendesen levittük, lekísértük a piacra. Részt vettünk közösségi eseményeken, mint például az akasztás. Még rúg! Ha, kiratjuk. Ha, most már nem rúg. Elvertem 1600 dolcsit egy új lóra, amit úgy neveztem el, hogy Didi. Kipróbáltuk az aranymosást. Yeah, találtam 2 aranyat. Civilizált bulikat tartottunk az ivóban. Hogy mit? 4? 5? Mit? A kettő után jön, az a másik szám. Ennyi akkor is lett egy ilyen. Uram, kezébe dugjuk a kisegébe. Elfogyott a pepperbe. Trevor és Molly összeházasodott, és Billyvel mi sem unatkoztunk az esküvőn. Most kérem, fogadják sok szeretettel a mennyasszonyt, annak tanúját és koszorús lányát. Zenét! Azért gyűltünk ma itt össze, hogy fül és szemtanúja lehessünk Zofár életének egybekötésének. Soha kinek kell legyen olyan szó. Soha nem ugye ugyan. Hogy jött még az esküvőben is össze kell kaparjam kis kanállal. Le kell menni. Egy pillanat valamelyikük tényleg rosszul van. Nem hiszem el, hogy nem lehet az esküvőben sem. Elnézést, Mr. Ramses. Most, hogy így a végére értünk, hölgyek urak, az igazság az, hogy tartoztam ennek a játéknak. Tudtam, hogy több van benne, mint amit a Rockstar Games jelen pillanatban kihasznál. És remélem, hogy ezzel a kis kalanddal, történettel, különböző karakterekkel és a közösség által fejlesztett szerverrel sikerült átadnom és bemutatnom az érzést és a számtalan lehetőséget, amit csak arra vár, hogy kihasználd. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és köszönöm Bormár barátomnak, azaz Billy a kölyöknek, hogy társam volt a balhéban, mint mindig. Az én nevem Sneciláv, 2013, még mindig nem az évszám. Találkozunk legközelebb. Át lettünk baszva, ez itt 149 dollár. Ne, le lettünk rántva a picsába. Gyerünk, megvásároltam, megvásároltam. Csak 149-es ház, én voltam a balfasz. Ház kezelése. Tudom, hogy most arra gondoltok, hogy 2 dolcsi az nem valami sok. Illetve, hogy a rendőr vagy a mentő, aki kimegy az utcán, azt most kimegy... A patkányok is, olyan jól láttam-e? Patkányok valamit. Itt futnak-e?
Az egyik nézőm felvetette, hogy kipróbálhatnám az, hogy valaki porszívózik a szobám előtt. Hm, kurva jó. Hát azt hittem, hogy tudjátok, hogy itt van valami. Semmit nem tudunk. Három napja vagyunk itt. Fogalmuk sincs az egésztől. De nagyon jól érzünk. De jól haladunk. Nagyot megyünk. Azok a tehernek már most tetszik az egész, meg van őszintén. Indul a munka, ez is egy új nap. Széjjel húz az ideg. Szív, basz az ideg. Na én. Oh, picsa. Hol van a szamaran? Saláta. Ne, tényleg nem ezt akartam. Nem. Opa. Bocs. Jó van, most már elég. Faszom ki van. Hát. Ha nem hagyod abba a porszívózást, akkor fejbe lövöm magamat, te takarító nő. Láttál félmeztelenül, tudom, hogy ezen kattogsz, még mindig az utaid. 40 fok meleg van a másodikon, én meg flanában. Napszemüveg minden behúzva, de rendben van. Úgy érzem, hogy átizzadom a lelkemet is. Ne porszívózzál, mert szívbombázlak téged is. Ha valakit állandóan, ha rendőr lennék, akkor csak téged tartóztatnál, ezt folyamatosan. Semmi más sem csinálnék. Látom, elmondani.